témám a szemléletformálás az ökoturizmusban. Miért beszélünk erről? Ugye itt rengeteg előadást, előadót hallhattunk ennek a témakörben. Egy kicsit szeretném ezt egy másik oldalról megtekinteni. Ugye mint a fogyasztó oldalban, illetve a szolgáltatói oldal. Mind a kettő oldalt fogom majd érinteni. Bakonyban is vezetek túrát, ugye itt a konferálásban benne volt. Egyébként biciklis, lovaskocsis, gyalogos programokat csinálok. De bele is kezdenék, tehát az ökoturizmus témakörét szeretném, szemléletformás témakörét szeretném 3 vagy 6 kérdésben érinteni. Kezdjük is bele, tehát az ökoturizmus fogalma. Én ezzel most nem mondhatnám önöket, vagy benneteket, mindenki el tudja olvasni. A USCN, ugye a Természetvédelmi Világszövetség nagy tudósai megfogalmazták ezt. Nekem van egy kis hiányérzetem, szívesen beszélnék egy USCN-es tudóssal, hogy hát a szemléletformálás, mint fogalom, hogy is marad ki ebből a ökoturizmus témakörből. Mert ugyebár, amikor fogyasztó eljön, akkor az van, hogy jöttem, láttam, bedobtam az automátába az érmét, kaptam egy élményt, volt egy visszajelzés, jaj, de jó, mindenkinek el lehet mesélni, Facebookra, Instagramra fel lehet tölteni a képeket, és akkor ennyi volt? Tényleg csak az ökoturizmus, ez a lényeg? Tehát mi szolgáltató oldalról itt hallottuk az előbb is, hogy micsoda felelősség nyomja a szolgáltatók vállát. Tényleg csak ennyi lenne? Tényleg csak szolgáltatunk? Próbálunk persze megfelelni az igényeknek, de menjünk tovább. Ha azt halljuk, hogy ökoturizmus, akkor lehet, hogy az jut eszünkbe, hogy az erdő szélén valahol, egy kis erdei házban üldögélünk, éppen kortyogatjuk a teánkat, és a kert végében egyszer csak megjelenik egy ősz suta gidáival, és teljesen átszellemülünk, és fogjuk magunkat, felkapjuk a bakancsot, becsomagoljuk a szendvicseinket, és kimegyünk az erdőbe. Tényleg csak ennyi lenne? Valóban én akkor ökoturista vagyok, ha csak ennyit megteszek? Ugye az Aktív Magyarország konferencia egyik témaköre, ugye az útvonal megtervezése már. Itt jön a képbe, ki is az ökoturista, ki a tudatos utazó. Már megtervezem. Lehetek spontán? Igen, lehetek spontán, de gondolok már arra, hogyha én szeretném az ökolábnyomomat egy kicsit visszább fogni, vagy egy kicsit kisebbíteni, akkor lehet, hogy jól meg fogom tervezni, telekocsival megyek, vagy ha egyedül utazok, akkor lehet, hogy használom a tömegközlekedési eszközöket. Itt a repülőt azért írtam bele, mert ugye az is egy tömegközlekedési eszköz, de hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy tudják-e, vagy tudjátok-e, hogy micsoda környezeti, globális környezeti hatásai vannak a repülőutaknak. Ez is érdemes elgondolkodnunk. Ugye szállás, helyi vállalkozó szállását foglaljuk be. Mivel étékezünk? Helyi termelők termékeit fogyasztjuk? Tényleg autentikusan meg akarjuk élni azt a vidéket? Programokról erről később beszélek. És hát pár fotó, ezek mind saját fotók. Tehát egy kicsit az, hogy tényleg az a piknik. Ki az, aki nem ülne le egy ilyen piknikkosaras történet mellé? Hát szerintem kevesen. Vagy akár, ha megállok egy helyen a távcsöveimmel, madarászunk, megállítom a turistát. Figyelj, nézzed meg! Éppen biciklivel mentek el mellettem, a No Motor Rally van Cseszneken, egy ilyen programsorozat, egy program egy-két nap, és biciklivel érkeztek a turisták, de megállítottam őket, hogy figyelj, láttad az ökörszemet ott az úton? Milyen ökörszemet, az mi is? Tehát én erre megyek, hogy szemléletet formáljak, hogy érzékeltessem azt, hogy ne fussunk át az erdőn. Ez nem teljesítmény, nem verseny. És akkor mi a szemléletformálás? Olyan szép a magyar anyanyelvünk, forgassuk egy kicsit ezt magunkba, szemlélődünk, valamit figyelek, valamire oda nézek, másképp látok a környezetemet, az természeti környezetemben meglátom az apróságokat, azt látom mondjuk a kövek között, hogy nő egy cickafark, egy növény, hogy az gaz, vagy a természet csodáját látom meg benne. Tehát hogyan látom én ezt? Idegen nyelven utána néztem. Nem igazán van ilyen fogalom. Megkérdeztem fordítókat is. Nincsen olyan fogalom, hogy szemléletformálás. Ez olyan finoman fogalmaz a magyar. Itt van például ez a kép. Ez a Fertő táj keleti pontján készül, Schneeberg irányába 120 kilométerre látunk el. Ugye mellette már balra a Raxot láthatjuk.
Én már itt kapásból ezen a képen 8 féle dolgot tudnék mesélni, hogy mi van ezen a képen. Én most nem arról beszélek, hogy ott van növény, meg ott vannak a madarak, meg ott van a hegy és van hó, hanem hogy mennyiféle élőhely típus van ott, mennyiféle élet van ebbe a vidékbe. És itt jön a képbe egy szakember, hogy nekem nem latinul kell azt elmondanom, hanem élményszerűen. Úgy kell átadnom, hogy érezze a másik, hogy ez egy csoda. Most itt vagyunk, és ezt muszáj átélnünk, és látnunk kell. Például itt a fotókon is azt hiszem, hogy látszik, és igaz, egy gyereket látunk, aki éppen örül egy lombszöcskének. Kedves felnőttek, nem felejtettünk el szemlélődni? Szerintem igen. Elfelejtettük. Ne szégyeljük. Amikor van olyan, hogy családok jönnek hozzám, és én inkább erre koncentrálok, a kis csoportok, tehát maximum 15 főt fogadok, és az a lényeg, hogyha anyu, apu ott van, és anyu is megéli ezt, és ugyanúgy fut a gyerekkel együtt a réten, és megfogja a lepket, és megnézi, és el lehet azt mondani, hogy van egyébként egy olyan lepke, a hangyaboglárka, amit a hangyák nevelnek fel. Az nem fotó, ott van az az állat, ami túlélte a hangyáknak az atrocitásait, és kihasználja azt, hogy a hangyák felnevelik. Csodálatos dolgok vannak. Igen, következő kérdés. Kinek a feladata a szemléletformálás? Meglátásom szerint itt a pandémia nem igen használt a szakmánknak. Az történt, hogy most mindenki túravezetőnek titulálja magát. És én most nem a Természetjáró Szövetségnek a túravezető tanfolyamáról beszélek, mert ott legalább van egy képzés, és onnan már tovább mehet, specializálhatja magát. Én arról beszélek, hogy valaki azt mondja, szeretem a természetet, és majd mesélek neked. Hát igen ám, de mit tud az mesélni? Mit tanulunk mi akár a középiskolában? Vannak nagyon jó intézményeink, technikumaink, például Sopronban ott van a Róth Gyula középiskola, vagy ott van az egyetemünk. 6 fél évet tanulunk csak botanikát. Állattant. Én nem fogom elmondani neked a latint, meg az összes részletet, de nekem sokkal többet kell tudnom annál, amit elmondok. Mert lehet, hogy olyat kérdezel, amire nem is lehet felkészülni. Ez hivatás. Érezni kell, pozitív élménnyel kell, hogy nem csak az, hogy visszagyere, hanem amikor te továbbmész, akkor te másképp szemléld a világot, akkor elértem a célomat. Mert ugyebár az ember vállalkozóként is elgondolja, miben lesz más, amit én csinálok? Hát abban, hogy én csinálom. És itt jön a képbe a személy. Tehát nem mindegy, hogy kiformálja a szemléletet. Akárhol legyen az, határon túl, vagy a vasfüggöny emlékei, az például hegykön készült, vagy éppen ott a harmadik képen egy bagolyköpetet szedünk éppen szét. Óriási öröm volt, amikor megtaláltuk benne a koponyát. Nem is gondolnánk, hogy egy micsoda élmény. Fúj. Nem, nincs a természetben fúj. Ettől függünk. Létkérdés már. Kinek a szemléletet kell formálni? Amikor annak idején megalapítottam a vállalkozásomat, akkor el kellett gondolnom azt, hogy hát kégis ki lesz a célcsoportom. Hát mindenki. Na, erre lehet építeni egy marketing tervet. Hát vakarta a fejét a marketinges, hát ezt gondoljuk át még egyszer. Nem. Egy rendszerben élünk. Mert a lét a tét. Miért fontos ez? Eljön a turista, pihenni akar. Nem mondják neki, hogy a világ össze fog omlani. Nem. Mindenkinek a felelőssége. Meg kell ragadnom azt az alkalmat. Nem kell teherként, de a felelősség érzetet felkelthetem. Mert ez közös ügy. Én hiába csipogok ezen, most bocsánat, így mondom, a fecske is. Egy fecske nem csinál nyarat. De ha azt mondja, hogy erre azért jobban kellene figyelni, lehet, hogy jobban kellene figyelnünk, másképp kell szemlélnünk. Minden napjainkról van itt szó. A szokásainkról. Tehát ez egy közös ügy. És lassan most már ott tartunk, hogy olyan szinten szennyezzük a környezetünket, hogy már nem természetvédelemről beszélünk, hanem embervédelemről. Ne legyenek kétségeink, a Föld túl fog élni bennünket. És csak pár fotó. Ki az, aki ezt nem csodálná? Hát a természet segít. Én csak megmutatom, én csak rá a tekintetemet. Nézd csak, nézz oda, mert rám néz. Mutatom, hogy merre nézzem. És innen jön talán az előző fotókban, hát és itt vannak ugye a főszereplők, ugye csörgő récem, én kompakt récének szoktam hívni, mert akkora az egész teste, mint az öklöm, és ezeket el lehet mondani, és ezért jó a távcső, a minőségi távcső, mert ilyen közelről meg lehet mutatni. Azért nem mindegy. És ezt élőben megélni, az megint egy teljesen más. Például ezt egy vendégemtől kaptam, ő Mexikó pusztán él ez az űrge, Mexikó puszta, igen, Magyarországon, és Vemhes egyébként,
biztos ő a főnök, mert ugye nő uralom van a türgék között is, és bocsánat, ez rosszul jött ki, ez az is. Na mindegy, ebből már nem jövök ki. De egyébként azért mutassam, hogy kicsit védjem itt a pont a kurzor rajta van, a, nem tudom miért. Na mindegy, köszönöm. Itt például a hím a főnök. Látjátok, hogy hogyan hívogatja, gyertek már, mit csalingászok? Ez Mexikó pusztán egy kanyarban készült ez a felvétel. Úgyhogy uraim, van remény. Na, szóval, vagy a gyurgyalagok például, hogy ott is hogyan működnek, és nézzék meg, hogy, vagy nézzétek meg, mennyire egyformák, de ők megismerik ám egymást. Ne gondoljuk, hogy ezek állatok, ez így működik, vannak az etológusok, gondolkodnak, hogy hogyan működnek, hogyan viselkednek az állatok, de ezt mind, annyi mindent el lehet mondani egy túrán, hogy ők hogyan élik meg a mindennapjaikat. Na és itt van egy kép. Ebből csak egy van. Jó, és gondolhatjuk, most már látjuk, hogy mennyi pénzt beleölünk abba, hogy a Marsra akarunk menni. Emberek, mi lenne, ha megolvnánk inkább a Földet, ahol élünk? Hát az óceánok 70%-át nem ismerjük. Azt se tudjuk, hogy mink van. És nagyon sok mindent a vásárlásainkkal pusztítjuk az esőerdőket. Ezt felfogjuk? Tehát egyszerűen bemegyünk a boltba, és ott van az a csokikrém, ami miatt ki fog halni egy faj az orángután. Miért beszélünk a Fertőtájon erről? Mert mi is felelősek vagyunk érte. Ez egy rendszer. És hát hogyan? És itt van, és már csak egy percem van. Szóval, hogy hogyan? Itt van egyébként a hangyaboglárka, itt van a digitális világ, és ez kell, innen kell kirántanunk az embert. És itt van egy gondolat, saját kép, kőárok, bakony, Vas Albert szavaival élve. Amikor az erdőre kimégy, figyelve lép, és Lábújhegyen, mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó, akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett. Ez csodálatos, és nem információtömeggel kell ellátni téged, meg szerettetni. Volt olyan vendégem, aki azt mondta, látom, nagyon toporgott, mondom, lehet, hogy folyóügyek vannak, tessék parancsolni, itt a természet, lehet menni. Erre megszólal, hogy ennek nem ez a problémája. Ő szeretné tudni, hogy ebből a madárból hány darab van. Mondom, uram, ha én mondok önnek egy számot, akkor meg fogja szeretni ezt az állatot? Meg fogja szeretni a természetet? Hát elpirult, igen, mert itt nem a számok a lényeg, hanem az, hogy létezik, és ez öröm. De ezért te is tehetsz. Mert hogyha megéled, eljössz, és megéled akár a Fertőtájon, vagy a Bakonyban, hogy milyen kapcsolódások vannak, milyen összefüggések vannak, mennyire finom, és mennyire élvezhető, és mennyire gyönyörű ez a táj, akkor az azt jelenti, hogy ha te hazamész, akkor valószínűleg otthon is megteszed, és nem nyírod agyon a füvet, mert azért van parlagfű, csak úgy elárulom. És mindjárt befejezem, és letelt az idő, hogy itt vannak a támogatók és a szállásadók, és azért próbálok mindenkihez kapcsolódni. Például itt van a távcső, a TSN66-os. Ez a leporel, vagy ez a flyer, vagy minek mondják, ez Japántól Kolumbiáig, meg Virginiáig kín van. Itt nem az a lényeg, hogy én vagyok rajta, Isten ments, nem. Az a lényeg, hogy használhatom ezt a távcsövet, és amikor eljössz, akkor megmutathatom ezen keresztül, mert olyan minőség. És itt ez a lényeg. És olyan jó, amikor az emberek kapcsolódnak, hogy ők is szeretnék ezt megtanulni, hogyan kell ezt továbbadni. Itt egy-két barátnőm, aki egyik grafikus, a másik, pedig ugyanolyan természetőrült, és hát a jövőbeni tervek, és folyamatosan pörgetni kell. És tényleg muszáj az embereket kivonni ebből a pörgésből. Én magam is pörgős vagyok, de muszáj egy kicsit megtalálni a hangot. És meghívlak benneteket, gyertek el Ilmicre, az Osztrák Nemzeti Parknak a nagyon nagy egyeseményére, a Bird Experience-re. Laikusok, amatőrök, profik, ott lesznek, fotósok, mindenki csodálatos. Ez egy egyhetes madarász program. És az utolsó, Mariska néni háza, egy lehetőség, ahol én ezt egy kicsit prezentálhatom. Van egy mintakert ott hátul, éppen itt a jobb oldali képen láthatjátok, ahol a gyerekeknek bogárhotelt mutatok meg, és ezt a gyerekekkel készítettük, és a lényeg az, hogy minden szombaton fogadom őket, és 10-től délig, amíg az anyu-apu bevásárol a helyi termelők piacán, addig tanul a gyerek. Most például a komposztálásról tanultunk, ezen szombaton meg az alvó magvakról fogunk tanulni, és amikor túrákat vezet egy igazi szakmabéli túravezető, elhivatott, és ha még nincsen képzés, akkor tanuljon, mert nekünk tényleg
nagyon mérhetően tudnunk kell az összefüggéseket, és tudnunk kell erről beszélni, és itt az irodalom, amit én mindig szoktam ajánlani, mert vannak előttünk sokkal nagyobb nevek, mint Jane Goodall, vagy Konrád Lorenz, Péter Wohlleben, fantasztikusak ezek a könyvek. Szóval én azt mondom, hogy mindig járjunk nyitott szemmel, nyitott szívvel, és a természet megnyitja önmagát, és megtapasztaljátok, hogy a természet valóban nem ismer határokat. Köszönöm szépen a figyelmet.